A nyár folyamán többször jeleztek az ivóvízzel kapcsolatos minőségi kifogást a Bonyhád környékén élők. A szolgáltató 15 millió forintos költséggel javította ki a műszaki problémát. Bonyháron 14 kútból termelünk vizet, és abból 10 esetében vasas mangános a víz, és ezt a vízművünk tisztítja meg. És ebben a vízműben lévő szűrő betét sajnos elhasználódott, és ez okozta a nyári vízminőségi problémákat. Ezt követően újabb minőségi probléma jelentkezett, mely a víztorony időszakos karbantartásának volt eredménye. Mára ezt a problémát is orvosolta a szolgáltató. Csapó Sándor elmondta, az 1,7 milliárd forintos költséggel épült szennyvíztisztító telep próbaüzeme megfelelő módon zajlik. Próbaüzem során állítják be a kivitelezők azokat a berendezéseket a helyszíni értékeknek megfelelően, ahogy azt majd üzemeltetni kell, illetve néhány pótmunka még zajlik. Reményeink szerint november végére befejeződik. Ezzel Kismányokon, Nagybányokon, Kakasdon, Cikón és Bonyhádon 30 évre megoldódik a szennyvíz tisztítása és kezelése.